boldog 12. születésnapot, Szertár csatorna. Úgy látszik, hogy az időjárás nem túl kegyes velünk. Az volt a terv, hogy felmegyünk oda az ELTE TTK északi tömbjének a tetejére felvenni néhány ütős kísérletet. De hát egyrészt zuhog az eső, másrészt pedig masszív késésben vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz belőle. Ennek ellenére mindjárt találkozom Jankával és Ernákkal, akik a kísérletek felvételében fognak segíteni. És ott is van Janka. Úristen, Laci, sziasztok! És leültünk beszélgetni Jankával, amíg Ernák is megérkezett. Hello! A 12. születésnap alkalmából a tudományos piknikkel együttműködve 12 gerilla kísérletet fogunk felvenni. Úgyhogy innentől kezdve 12 héten keresztül szerdánként ezek a kísérletezős videók jönnek majd. Köztük is lesznek persze egyéb tartalmak, vagy legalábbis nagyon szeretném, hogyha lennének, de kezdjük mindenképpen ezekkel, de előtte nyomjátok meg a like gombot, mert hogy ez erősen segít a YouTube algoritmusoknak. Hát kifejezetten nehéz a gerilla kísérletezők élete, mert az esővel éppen nem számoltunk, meg azzal sem, hogy azért vigyázzunk az infrastruktúrára. Mi az, ami mondjuk csak füstöt csinál, de nem színez elég semmi? Hát egy füstbombát csináltunk például. Aha, és ahhoz mi kell? Káliumnitrát és cukor. Hát az minden háztartásban van otthon. Na, akkor annak essünk neki, ez lehet, hogy még így esőben is működik. Egy kis káliumnitrát és egy kis cukor. Hogy úgy jön be? Kesztyűvel? Jó, akkor gyújtsd be kesztyűvel. Jó, csillagszóróval, persze, mindennel is. Kis lőport, ne hozzunk rá? Nem. Szerintem ez itt cukin végig fog égni, és el fog aludni. Én őszintén ezt gondolom. Hát akkor meggyújtjuk rendesen, most az a 2 perc. Fogadunk valamiben, hogy nem sikerül így. Mondj valamit. Nem tudom, mi az, amit szeretek? Kávé. Jó. Jó, fogadunk egy kávéba. Az az elképzelés, hogy ott végig ég a csillagszóró, és az alján be fogja gyújtani ezt a mixet. Igen, de szerintem ez nem fog sikerülni, és szerintem meg kell gyújtanom kézzel. De... Én azért bízom a művemben. Kávét, nyertem egy kávét! Elrontottad, te gyújtottad meg, és babráltál vele. Az lesz a gáz, ha is se tudom begyújtani, mert akkor... Tényleg igazad lesz, hogy csak én szúrom el a dolgokat. Zuhogod a kinn az eső, úgyhogy a magyarázatért ide jöttünk be. Mi az, amit csináltunk? Büdöset, meg füstöt. Reméljük, hogy látszik a videón is. Menő nézett ki, igen. Ja, hát megnyertem egy kávét. Ezt nem tudom, ezt bele fogod vágni a videóba? Hát majd meglátjuk. Vágás. Mi volt a kémiai háttere az egésznek? Ugye káliumnitrát és cukorkeverékét gyújtottuk be. A káliumnitrát erős oxidálószer, a cukor pedig egész jól ég, és ha mesbék egyik egy ilyen 3-400 fokos hőmérséklettel, akkor ebből már semmi jó nem sülhet ki. Vagyis ebben az esetben csak jó sülhet, hogy sikerült egy nekem kis nem. Csinálni. Sajnos nekem egy kávéval most adósa vagyok Jankának, de hát ez belefér. Hát jó, meglátjuk, hogy majd a következő kísérlet jövő héten milyen lesz. Addig is van még egy nagyon közérdekű, fontos információ. Mégpedig az, hogyha szeretnétek ti is esetleg ilyeneket kipróbálni személyesen, akkor semmiképpen ne otthon csináljátok, igen, hanem... ez nagyon jó tanácsot, hanem keresétek meg a linkbe található tudományos pikniket, és ott gyertek az eseményekre, mert ott is egy csomó ilyesmit szoktunk csinálni. Sziasztok! Hello-ka. Sziasztok! Mint az öcsém. Most ilyen megint veszed. Igen, most ezt fel akartam venni, mert tök jó volt a reakció, de még egyszer már nem lehet ezt megismételni, úgyhogy mindegy. Figyelj, neked is elmondom, egy reakciót megpróbálunk felvenni, mert Janka reagált egy tök jót. 12 éves lesz holnap a szertár. Na.